Nekem az egész családom villamosmérnök volt, meg a saját adottságaimat is fölmérve, én biztos voltam benne, hogy valami mérnök leszek, de azért a villamosmérnök pálya mellett nem voltam annyira elkötelezve, valami biológia, stb. Is érdekelt volna, és akkor nézegettem a felvételi tájékoztatókat, és megugadt a szemem, hogy környezetvédelemmel foglalkozom mérnöket. Hát ez én. És innentől kezdve nem lapoztam tovább. Ezt a döntésemet azóta se bántam meg. Hát amíg itt lesz környezetünk, ami egyes szerint már nem olyan sokáig lesz, addig feltétlenül, tehát addig szükség van a környezet megóvására, tehát ezzel kapcsolatos feladatok, teendőkre. Tehát azt gondolom, hogy a környezetvédelem az meglehetősen időtálló szakma, azzal, hogy természetesen folyamatosan változik, hogy mit jelent a környezetvédelem, egész más kihívásokkal kell szembenéznem 30 év, amikor elkezdtem ezt a pályát, mint kezdő, mint amikkel most kell szembenézni. Tehát egy fontosan változó, mindig más jelentő, de alapvetően időtálló szakma. A környezetvédelem nyilvánvalóan felértékelődik a 21. században mindenütt a világon, így Magyarországon is, függetlenül attól, hogy az államigazgatás szintjén mi a helyzet, a cégek szintjén, önkormányzatok, de az egyének szintjén is, akár a levegőszennyezés ugye, akár a hulladékos problémák, akár a klímaváltozás emberre való hatása, mondatja velem, hogy igenis a tudásnak van óriási szerepe, és nyilvánvalóan a tudás alapján annak a cselekedetnek, cselekvésnek, amit akár az egyén megtesz a környezetvédelem érdekében, a levegőszennyezés ellen, mondjuk komposztál otthon, akinek van kertje, és nem égeti el mondjuk a leveleket összegyűjtve az udvarába, akinek meg nem adatott meg, hanem a negyedik emeleten lakik egy vidéki városban, vagy Budapesten, ott is nyilvánvalóan a fogyasztási szokások megváltoztatása, a csomagolás mentesség képviselete, de emögött meg ott van mindenfajta tudás. A tereftalátokról, a PET palackról, tehát mindaz a szakmaiság, amellyel az ember tudatosan képes élni. És ez nem csak a hulladék gazdálkodásra igaz, hanem más döntéseinkre is. Ha teheti az ember, még egyszer mondom, ha teheti, akkor nem vesz dízelüzemű járművet, a szilárd szemcse kibocsátás miatt, még akkor is, hogyha vadi új és modern és részecske szűrővel ellátott, és ha teheti, és ebben van az állam szerepe is, hogyha segíti a vásárlót mondjuk egy jobb, alternatívabb villamos vagy hibrid autó megvételére, akkor ott van az állam szerepe, de hát az államigazgatásban is azok az egyének dolgoznak, akiknek vagy megvan az a tudása, megszerezték a Műszaki Egyetemről, a Veszprémi Egyetemről, vagy nincs meg az a tudása. Tehát mindenféleképpen az Alma Mater, a Műszaki Egyetem vegyészmérnöki kara jelentős, mai napig is jelentős annak a tudásnak az átadásában, amely az én szakmai területem a vízügyek, a környezetvédelem, a természetvédelem területén szükségeltetik. Hát a környezetvédelem terén a vegyiparban az egyik legnagyobb kihívás a folyamatosan változó, szigorodó, de inkább folyamatosan változó jogszabályi és hatósági háttér, ami nap-nap meglepi a szerencsétlen felhasználókat vagy iparosokat. Ez elég nagy kihívás jelent számunkra. A gyógyszeripar az abban a szempontból igen szerencsés, hogy kellő anyagi háttér rendelkezik arra, hogy ezen kihívásoknak meg tudjon felelni. Tehát ebből a szempontból szerencsés helyzetben vagyunk. Viszont így is, ahogy említettem, a jogszabályi háttér és egyebeknek a folyamatos változása az elég sok munkát és problémát okoz. A környezetmérnök legszebb dolga az, hogy a szakmájával foglalkozott, akkor este úgy fekszik, hogy valamit előbb elment aztán. Tehát biztos, hogy egy számítógépet lehet tervezni, és akkor lehet erre büszke valakit. A számítógépet be lehet tenni egy ágyúba, egy rakétába, meg egy orvosi műszerbe. És az orvosi műszer esetén kihúzhatom magam, a másik kettő esetén kevésbé. Egy környezetmérnök, ha a szakmájával foglalkozik, akkor biztos, hogy ott. Hát az első időszakban, az első fél évben, évben nyilvánvaló óriási büszkeséggel töltött el az a tudat, hogy Budapesten tanulhatok én, a délvidéki szabadkai magyar, valamikori Jugoszláviából Magyarországra érkezve tanulmányaimra. Utána a későbbiek során
rengeteg tudást, de emellett barátságokat, kapcsolatokat, emberi viszonyokat, kapcsolatokat. A Martos Flóra kollégiumban laktunk oly sokan, de a budapestiekkel is nagyon jó volt a viszonyunk. És hát ezek a barátságok meghatározók voltak, a nagy sósonka események, rendezvények, koncertek, irodalmi kör, amit szerveztünk a Műszaki Egyetemen, alapítottam meg két társammal a Budapesti Műszaki Egyetem zöld körét, tehát a környezetvédelmi vonatkozásokat, jelentett szakmaiságot, jelentett tudásvágy megszerzését, jelentette ugyanakkor ezeket az emberi fontos kapcsolatokat is. A későbbiek során pedig nyilvánvalóan már különböző pozíciókban, az élet különböző területein dolgozva egy biztos tudást, egy hátteret jelentett, egy szakmaiságot, és a mai napig is ez megvan bennem. És jelentett egyfajta gerincességet, kiállást, következetességet, keménységet, ha kellett a szakmaiság mentén, amikor pedig államtitkárként dolgoztam, és a környezetvédelem, természetvédelem, vízügy tartozott hozzám, akkor is mindenütt büszkén mondtam, hogy én a Műszaki Egyetem vegyészmérnöki karán tanultam.